Na hát, csókolom, szervuszok, sziasztok, itt vagyunk, 42. szinten vagyunk, úgy látom. Úgyhogy vágjunk is bele a mostani Skyrim epizódba. Fussunk neki ennek a dolognak. Ígni. Na nézzük csak, itt vagyunk éjszakon fönt. Ugye, tegnap megoldottunk itt az Ura Szentélyhez kapcsolódóan egy rejtvényt, ami hát nem is végül nem úgy végződött, ahogy elvárták volna, hiszen Télvárán volt egy mágus, aki segített nekünk, és így nálunk maradt az az erekje, amibe a sötét lelkeket el lehet tárolni. Most nézem, hogy ez itt milyen nagy... Itt egy nagyon nagy város lesz. Széltető. Ahogy így elnézem. És úgy voltunk vele, hogy igen... Itt lenne a főküldetés tovább. De végeztünk itt tegnap fönt ezzel az ósárkánnyal is. Kemény dió volt szegénykém. És nagyon úgy abba az irányba tol minket ez a rendszer, hogy most akkor ezt a részt pucoljuk már ki, és igazán marad akkor ez a medence, illetve ez a fensík a végére. Úgyhogy itt nézelődünk tovább, és errefele ingáztunk jobbra-balra, úgyhogy nézzük is azt meg, hogy hol látunk, és milyen irányban látunk itt esetlegesen olyan elemet, ugye, ami a térképen fönt van, vagy nincs. Így el kéne errefele mennünk, illetve nem is ide, azt a banditákat ott megnézni. Igen, az lenne egy jó irány. Jönnek fiúk, lányok, minden már, mint jön Sáski és Gizi is. Gizivel egyébként nagyon nem vagyunk mostanában megelégedve. Mármint az ő útkereső algoritmusával, mert hát... Ha visszanézitek az előző epizódokat, azért ott volt egy pár érdekes jelenet. Amikor bizony miatt akadtunk fönt bizonyos dolgokon. Ez bronzvíz barlang. Nem tudom, de voltunk benne, nem? Vagy csak nem jutottunk bejjebb? Igen, itt a két maci. Ja igen, és ez ennyi volt a két macival, jó. Nem sikerült szárazdába, megúsztunk, belelógott a lábunk. Hallottuk a bludgyanást. Az irány szerintem jó lesz. Igen. Fölkészülni, valami ott jön szembe. Egy trolli közeledik felénk. Próbál minket. De hát nem bírt el a kis tüzös természetünkkel. Köszönöm, nézzünk át a túloldalra, hogy ott miket látunk. Ezt láthatjuk fönt. Mármint az ott. Az ez lesz.
Igen, és azt kell még tudni, hogy még volt ugye... Most... Őszintén, tehát ezen az úton miért nem tudod Gizi követni? Tehát, hogy ő most hol az Istenben van? Na mindegy, lemegyünk a szélmalomhoz. Én nem fogok úgy megtámadni a tábort, hogy... Na végre. Akkor nem megyünk le. Igen, az ott valahol arra felé. Ja, itt futottunk az előbb. Jó, nézzünk. Az a pötty lenne ott? Nem, az egy simán. Ez csak úgy egy jelölés, de lehet, hogy azért menjünk. Már nézzük így, hát ha... Az irány az jó. Ez mi volt? Igen. Akkor farkasokkal végeztünk. Farkasokkal táncoló. Ott vannak. Ott vannak, igen. Na végre Gizi is megérkezett ide föntre. Hopp! Oké. Jó, kellene egy kis lötykötty. Oké, egyik. Óvatosan. Igen. Az ő keményebb diókám. Úgyhogy azt nézem, hogy... Ja, ez a harcos. Hopp. Ugye nem azt jelenti, hogy Gizit lenyomtatok úgy, hogy meghalt. Jól van. Oké, és... De meg kell velük küzdenünk. Hopp. Oké, egyel kevesebb. Kell nekünk... Kék lötyi. Úgy látom a kék lötyiket is most nagyon meg kell majd. És varázserő növesztő mostanában. Abból is kell vásárolnunk. Thank you.
Ó, hogy ez a... Ó, hogy ez a, ó, hogy ez a, ó, hogy ez a... Na mi van? Hol menekülsz? Igen? Figyelj! Lenyilazd-la! Oké. Oké. Az új vezetőjükről kell további nyomokat tenni. Jó. Kaptunk egy új nyomot. Igen, nyomozunk itt a... banditák. Hopp! Hopp, az anyádat! Ugye, hogy nem kellett volna belénk kötnöd? Ugye, ugye? Le. Jó, giz is megvan. Szuper, ezt így elmentjük. Megnézzük, hogy mi van itt a... Valahol itt a fa mögött is meghódt egy. Jó, most sikerült őket. Valahogy széjjel szednünk. Hát ez egy érdekes valami, úgyhogy ezt magunkhoz vettük. Megosztottak az erőik, és szerintem ettől most könnyebb dolgunk volt. Giz is jobban tudott érvényesülni. Így külön. Az jöhet. Az is könnyű páncél. Csak ugye cipeléshez. Elviszük, mert hát tudunk vele egyszer egy jót bűvölni. Ó, itt is van egy ilyen
Itt is van egy ilyen bogárka. Mit szeretne ez a kis bogárka? Olvassuk-e? Attól félnek, hogy megeszi őket álmukba. Hát akkor pedig... Megkérdezzük, hogy jól venne. Most sokat nem válaszol. Jaj, kedves és cuki vagy. Megkérdezzük egyszerűen, akar-e velünk jönni. Ennyi? És mi értjük a szövegét? Mert én nem. És akkor most már két sáskénk van. Igen, és... Oké, valami másfajta áldást ad ránk, mi? Szuper, van kettő fajta. Te is jössz. Figyelj, mert annyian fognak követni minket. Annyian lesznek az utunkba. Mert ez mind az utunkba fog állni. Na, nézzünk. Nézzünk szerintem lefelé. Akkor menjünk vissza lefelé. Megérzésem az, hogy... további nyomokat, igen, ugye... Nem. Hanem volt egy másik. Na mindjárt. Így könnyebb lesz. Aha, így. Igen, ezek alapján itt valami arany mező. De akkor itt még kell lennie valaminek, várjatok. Ne cukiskodjuk el. Azt mondja, hogy valamilyen nócoknak. Ide mutat. Aha. A hátitáska. Bunny, a hidden treasure. Ja. Crystal Drift Cave. A másikban nem lehet találja meg először. Oké. Okay. Ezt felvisszük. Szupika! Na! Akkor viszont... És ott egy újabb... Ez itt van a közelünkbe. Na nézzünk csak el arra.
most már el tudunk oda így gyalogolni, ez nincs messze. Na várj, azok lesznek ott? Ajjaj. Okés. Hát belőttek. Nem kellett volna annyit menekülnünk. Kellett volna innunk egyet. Nem volt rossz egyébként, csak úgy mondom. Hát talán most nagyon... Genyó akarok lenni. Jó! Gyorsan egy itókát. Jó, úgy nézem, hogy itt ezt így most megvagyunk. Gizi végzett a többiekkel. Neki ne ez a sötét. Sötét fegyver, tehát hogy valami olyan, igen, Dark Wood, sötét fából készült. Nézem, mi van ott.
végeztünk akkor itt velük szerintem, és akkor ezt így most ezt megünnepeljük egy mentéssel. Na jó, van a közelben még valami? Nagyon úgy nézem, hogy nem sikerült. Igen, itt. Az egy bandit tábor. Oké. Itt milyen cukiság van? Ja igen, Frokihoz vissza kéne vennünk, ugye küldetés letudva. Igen, és itt a Crystal Drift kév. Oké. Tehát az már mind-mind oda adódik. De azért jövünk vissza, hogy letudjuk azt a küldetést, hogy beszéljünk a kis csávóval, mert elhasználtuk ugye a tekercsét, és hogy lejelentjük neki, hogy figyelj, hát ezek nem voltak olyan rosszak. I think the college is due for a change in leadership. Today, friend, keeping well. Staff of Magnus. Once you are done with it, perhaps. And with the magnificent? Nem voltak azok a... No, that was not supposed to happen. But Gesargo is pleased to see that you are here, and not in pieces. You are a good friend to have done this. Gesargo will not forget it. Nem. May you walk on water, friend. Nem visszük őt magunkkal, nekem harcos kell, nem varázsló. Megandorandó, hogy most melyik irányból közelítsünk. Ezt a részen, vagy itt kutassuk még tovább föl a dolgokat. Kelljünk innen fentről. Ez egy ló, akire felülhetek. Arra kifelé szerinted van valami? Macikát. Hol vagy, macika? Vissza a lóhoz. Ne menj el, paci! Gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza. Akarom, hogy földob-e valamit, amit észreveszünk, vagy nem. Nem dob föl semmit. Egy hajót dob föl arra. Azt megnézhetjük. Esetleg. Azt lesz ott az a hajó. Aha. Oké.
Hol vagy? Miért érzem, hogy ez a hajót azt valahogy csak a vízből tudom megközelíteni? Mert hogy ez egy befagyott szigeten van. Hoppá, még egy medve csak. Gyere apukám, gyere, gyere! Hoppa! Beestünk! Beestünk! Pallósával, azokkal azért mindig vigyázni kell az ilyen nagy pallósú emberkékkel. Hopps, aládi. Yes, my Thane. Do you need something? Of course, Thane. How can I be of service? Lead on. Kúszunk vissza arra felé. A lovat azt ott hagytuk valahol. De menjünk erre visszafelé. Ott van egy. Megint ott a felfedezetlen helyszín. Látom, hogy itt van valami házikó, ami előbb fog ide. Nem. Itt ez fog előbb ide keveredni. Aha, itt.
Ez egy cuki kis sírbolt. Mögött alszik. De ez hulla. Menjünk be. Mit veszíthetünk? Itt vannak a sáskáink. Ez mi? Mi vagy te? Mi ez itt? Ugrált az a labda. Ott egy másik. Hűha. Hűha. Ez kezd érdekes lenni. A kis táncoló fényekkel, lidércekkel? Ez meg egy feladvány lesz. Ugyanaz halott tudós. Na nézzük, mit jegyezhet fel. Igen, van egy itt kar. Csak éppen az nem derült ki. Vannak így, ezek itt vannak. Ja, várjál. Ember a trónján. Ha? Aztán utána egy bálnáról volt szó, igaz? Bálna, sas, kígyó. Oké. Ember a trónján, legyen így. Bálna. Ez a kérdés az az. Sas, kígyó, na. Nem. Akkor fordítsunk. Akkor fordítva. Nem körbe ment a leírás, hanem minden oldalról újra értelmezte. Balról jobbra. Ezek a kis repkedő valami. Mi lesz itt? Mivel fel... Ként összeállni minden. És hova jutunk? Új. Ez nagyon titokzatos. Mit egy titokzatos helyre keveredtünk? És ezek jönnek utánunk, és jönnek velünk.
sikerült összegyűjteni. Lehet, hogy erre kellene tovább menni. Akkor viszont előbb elnézünk azért ezekbe az irányokba is. Ja, hogy ez itt zsákutca, mert be van omolva. Jó. Ezt nem vettem észre az előbb. És jönnek ezek a kis golyók. Ezek nagyon jönnek velünk. Másik irány. Oksa. Akkor ebbe az irányba fordítunk. Kezdtem aggódni, Gizi, hogy lemaradt-e. Ez egy vaspallós. Várja, van. De még. De ez most melyik fért bele? Meg kéne olvastam, persze. Mi van rajtuk? Barnás színű volt. Elefántcsont. Nem ez volt. Korallos. Nézzük csak meg. Kígyó, farkas, lepke. Van-e rajta ilyen? Félek, hogy mégsem, mert nem. De, nézd csak. Az oppe csapas is. Igen. Ups, eltekerte. Kinyílik. És pötyik meg nagyon örülnek, hogy bejuthatnak. Dölt. Alig lehetett látni.
Már nem, most azra kéne rájönni, hogy ez hogy nyílik. Mert arra kellene kimennünk. El kellett vennem a sütyakot? Ja, majd a széken volt, gondolom. Mondva, hogy érzékeli, csak nem érzékelte, hogy legurult róla. Oké. Okay. Akkor megyünk kifelé. Szerintem itt már kifelé megyünk. Oh. Hopp, 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 hopp. Arra nem tudunk. Akkor erre. Kijutottunk. Egy teljesen másik területen. Ezt nem tudom, mit csináltam. Szerintem nem ezt akartam. Kivettem a kezembe. Jó van, ügyes fiú vagyok. Dim, dim, dim. Na nézzünk. Arra fölfele van valahol egy torony, az látszik. Erre meg egy házikó. Valamilyen szanté is. Itt néhány bandita, úgy látom, befészkelte magát. Osz az anyád! Wow!
valaki megmondaná, hogy... Na... Csajci ez? Erre jár? Nem vagyok kibékülve, hogy mennyire lemarad. Próbáltam az időt húzni. Föltöltődjenek a dolgaink, de... Nem akartam nézzünk be akkor a házikóval, amit elfoglalta. Van-e itt valami érdekes? Talán elnézem, igazán semmi. Csak befészkelték magukat. Ládát azért találtunk, valami talán érdekes is legyen, erőteljes kincses térkép. Cuki. Még helyügyileg sem stimmel, mármint hogy nem rémlik, de lehet, hogy meg tudjuk találni. Ilyen város szerintem még nem láttuk, úgyhogy valószínűleg ez széltető lesz, ha csak nem valamelyik másik. Tehát ha arra tippelünk, ugye még ez a másik város van. Még az ebben a két városban nem jártunk még. Most már csak ezt nem tudunk, igen. Megtaláltuk a darabjait. Elméletileg minden oké, és még sincsen kész. Ja, hogy ennyit tudunk róla. Oké. Arról a szektáról. És már pedig, az pedig arra fele van. De előbb megnézzük azt a házikót.
két helyétről diszkózik itt. Kicsit megtépázott a hely. Sok minden nem tudunk meg. Ops, egy láda. Nézzük a... nem, már a másik irány. Ide van készítve. De igazán nem adott semmi plusz infót. Vagy plusz dolgot. Jó. De csak itt van valami viszont. Hát úgy legyen. Ha ez a rendelet, akkor ez a rendelet. Nem mehetsz arra. Ah. Nem bírom az ilyet. Építsenek oda, torlaszolják el. Találunk az utat fölfelé. Ez túl meredek, itt nem fogunk felmenni. Ez mi? Ez egy pók. Ez egy pókula. A trollok nem bírnak magukkal. A gyerek, ha... És itt az elhullott állat is. Na... Felérünk a szentélyhez. És ott valami szektába kellene belebotolnom. Aha. Jó lenne, ezt nem egyedül kellene megejteni. Várj egy csak. Ezekkel beszélgetni lehet.
We are Lord Boethius' faithful. Have you come to test your mettle? Kérdezzük meg. The Lord of Plots, Deceiver of Nations, Devourer of Trinimut, the Queen of Shadows, Goddess of Destruction, He who destroys, and She who erases. Many are our Lord's lofty names, but they befit only us mortals. Intone her mighty names from now until the end of time. It is for naught. Names mean nothing to our Lord. She only cares for those who care for themselves, whose hearts are full of purpose, whose lives are full of deeds. If you desire a glimpse of our dark mistress, then this is what you need. No, mit kell tennem? First, prove your tongue can wield a lie. Find someone, gain his trust, lead him to the shrine above. Next, instruct your thrall to touch the pillar of sacrifice. Its magic will ensnare him, rendering him helpless. Then, girded with certitude, plant the ceremonial blade deeply so that the waters of his heart wash over you. If your will is strong enough, it will stir Boethia in her dark mansion, and she will appear. Szóval ilyen csúnya dolgokat kellene művelnünk. Fear. That remains to be seen. But if it is so, and if Boethia appears, then we will welcome you as one of us. You were weak, now you are dead. What signs have you left with your casket for us to remember you were? Do you wish to test yourself against me? Though we live in shadow, we carve indelible signs of our passing into the world. Though we live in shadow, we carve indelible signs of our passing into the world. Ezt kinyírta? If you wish to gain the essential, you must lay a frog on the frog. Mhm. Kitisztult az idő. Onnan lentről jöttünk. Az meg a céltető lesz. Szép tiszta idő, hogy ellátni odáig. Ez meg itt két farmerház. Sikerült azt hiszem éjszaka ide érnünk. Azaz senki nincsen fent.
sárkány temetkezési hely. Ide. No, you don't want to go up there. A dragon, it's attacking. Well, I don't know. Not yet. It flew over the town and landed on the old dragon mound. I don't know what it's doing up there, but I'm not waiting around to find out. Arra fel. Oké, akkor ott a sárkány. Reméljük nem új sárkány. Lorcan's eyes. Look at that big bastard. Keep your head down. Let's see what it does. Ott elcsorog. Mi van ott? Ott valami. Nézd! Mi történik itt? Ez egy viharköpenyes katona, aki úgy nézem, hogy pólójárt. Mik azok a fénye? Ó, ez beszél. Vagy ő valaki beszél. Az egy felébresz. Az egy csontsárkány. Aldo Infinri. O antigo grihas rixet junkuzik. És visszanyeri az alakját. Coming near. Follow side. És ilyen helyeket már találtunk többet is. Ezek a befedett tetőek. Na, hello! Szia! Szájánál lenni. Jó van, ez nem olyan vészes sárkány volt. Mi történne? Hát, megkapjuk a lelkét. Úgy. Hát ez éppen csak, hogy felébresztették. Már meg is hullályozott. Na, hiszem most már nekem. Jött egy sárkány. Kit? Igen, tartozott pár válaszsal. És innen... Nincs semmi. Ezekből kiszabadította a sárkányt, kitört. De ilyen helyeket már találtunk egy csomó. Nem tudom, hogy láttunk ilyen. Na, hol van a csaj? Akkor még hány helyről fogják kiszabadítani a sárkányt? Vagy feléleszteni? Na most már nem... I'm one of the last members of the Blades. A very long time ago, the Blades were dragon slayers, and we served the Dragonborn, the greatest dragon slayer. For the last 200 years since the last Dragonborn Emperor, the Blades have been searching for a purpose.
Now that dragons are coming back, our purpose is clear again. We need to stop them. Not a damn thing. I was just as surprised as you to find that big black dragon. Ez egy fekete sárkány volt tehát. Vajon még nem futottunk össze. Tartok tőle, hogy nem is szeretnénk. Really? Where? Ez volt az a sárkány, aki megtámadott a játék elején. Same dragon. Damn it. We're blundering around in the dark here. We need to figure out who's behind it all. Exactly. Nobody even remembers our name these days. We used to be known across Tamriel as the protectors of the Septim Emperors. Those days are long gone. For the last 200 years, we've been searching for the next dragonborn to guide and guard. Most engem fogtok védelmezni? We never found one until now. Ajaj. Na mi a következő lépés? The first thing we need to do is figure out who's behind the dragons. The Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who is. The faction that rules the Aldmeri Dominion. The ones who almost destroyed the Empire during the Great War 30 years back. There's no worse enemy to humankind in Tamriel. The Empire barely survived the last war. The Thalmor don't intend to lose the next one. Nothing solid yet. But my gut tells me it can't be anybody else. Tuti, ez túl egyszerű lenne. Tuti, valaki más lesz. Basically over. Then a dragon attacks, Ulfric escapes, and the war is back on. And now the dragons are attacking everywhere, indiscriminately. Skyrim is weakened. The Empire is weakened. Who else gains from that but the Thalmor? Before the Great War, the Blades helped the Empire against the Thalmor. Our Grandmaster saw them as the greatest threat to Tamriel. At the time, that was true. Maybe it still is. So we fought them in the shadows, all across Tamriel. We thought we were more than a match for them. We were wrong. If we could get into the Thalmor Embassy, it's the center of their operations in Skyrim. Problem is, that place is locked up tighter than a miser's purse. They could teach me a few things about paranoia. As Otwan. Ott fönt, a birodalmi központ fölött. Meet me back in Riverwood. If I'm not back, we'll get there. Wait for me. I shouldn't be long. Keep an eye on the sky. This is only going to get worse. Okay. Szóval, hogy ez itt, nem, igen, itt. Itt rémlik nekem, hogy itt találtuk meg a nagy követséget. Thalmor nagy követség, mondom. De most nem megyünk oda. Hiszen itt van nekünk széltető, és itt széltető környékén még nem néztünk körbe. És errefelé nyílik ki nekünk újra a világ. És itt például rengeteg minden van még, amit meg kellene. Konyak csuportanya. Isten, milyen neveket találtak ki? Az meg egy ork település ott fönt. Kellene kukkolnunk.
ha már ilyen közel van. Kár lenne visszafordulni. Már este van, nem tudom mennyire látnak ilyenkor szívesen. Visszajönni, hogy nappal van már. Hamarosan ébredezünk, bár elég sötét az éjszaka, úgy látom, de mindig megnézzük, tudunk-e olvasztani. Az a mindjárt reggel 6 óra van. Van-e valami nálunk? Nincs. Na, akkor nem lapátoljuk tovább a szene. Könnyedén el tud tévedni, elveszni. Elindul erre, elindul arra, aztán... ott egy másik, akkor menjünk, nézzük meg. És már is eltérítődött az eredeti terveitől. Valaki megtámadott. És tudom, hogy a sziklákról jöttem le. Hogy jó lesne, ha Gizi ide érne utánunk végre. Itt a barom. Na bízunk benne, hogy megvagy. Szuper. Igen, bízunk benne, hogy beteleportáljon megénk. Jó, ott fogom kiugadni, én most már látom. Körbejártuk a barlangot. Mit idéztél nekem? Nem lesz jó, nem lesz jó. Éreztem, hogy nem lesz jó, ez már szűk a hely. És nem láttuk, hogy mi történik. Jó, most már éppen belassított a rendszer, szokás szerint.
Na, tudunk-e valamit kottyítani? Arra kell figyelnünk, hogy ebből nem... Nem szabad elhasználnunk semmit. Na mi van, hogyha ezeket összekeverem, amiket ott? Semmi nem történt! Ennyi. Hát akkor innen kiléptünk. Mindegy, egy kis fejlődést azért tapasztaltunk magunkon. Ó, nem is láttam. Utálom, amikor azt érzem, hogy beragadok. Nem bírt megmozdulni. Ezt azért csinálom, mert van egy ilyen bug, hogy belassít. Jobb nem ott maradni, ha egy tűzelementtel felrobban. Oh, te ezek itt nagyon... Ezek itt nagyon berobbantak mostanában, úgy látom ezek a varázslók. Egy időben olyan kis gyengűszok voltak. De most keményen tolják már ellenünk. Miért nem haszt? Nyomom a gombot! Miért nem tudtam lőni? Nem leszünk így jóban. Na, álljatok csak. Abból is kellem. Oké. Na merre vagy? Jó van, lenyomta. Gizi lenyomta, ügyes volt, köszönjük szépen közreműködését. Körbenézünk, azért van-e itt valami idelen. De ahogy elnézem, semmi. Jó, akkor tovább.
Minek nekik bányász ruha? Azért arra kíváncsi lenni. Keresünk egy villámellenállást, mert ez huncut, és nyomatja ránk a villámokat. Nagyon gyorsan elfogyasztott. Igen, a varázserőnk mostanában. Hagyni, hogy végezz velem. Oké. Azt hiszi, terelj. Jó. Elfogtunk egy nagy lelket, szuper. Ez meg egy mesterke volt. Aha. Szóval neked van ilyen botod. Ezt mindjárt tudom. Itt pont. Ide vezzek tanítványt. Ide a végére kaptunk egy tanítványt. Figyelj, állj, Gizi. Yes, my thing. Te ezeket jól használod. Szoktad jól használni. Kapsz egy ilyen. Egy ilyen láncélámbotot, na. Azzal ezért ugye el szoktatok lenni. Let's go. Minden, ami icike-picikét is arrébb lök minket, hogy fejlődjünk, az jól jön. Koporsók. Na, mit csináltak ezek itt? Várj, Jézus, ezt is odaadom, jó? Oda szenvedjük magunkat, oda, matai, így, na. Hangsa. Na, mondjuk, hogy elcipelet helyettem a dolgokat. Az a penget vissza kéne venni, mert azzal kell, gondolom, majd ezt elvégeznem. Az elején van. Jó van.
Let's go. Ha valakit sikerült a fölcsábítanunk. Be, és akkor ha minden igaz, és a sejtéseink valódiak, akkor valahol majd úgy sincs semmi, amit szétbonthatnánk. Csak a cipelés, azt meg nem szedjük szét, amíg nem találunk egy jobbat. Na, van-e valami? Alma. Alma dió mongyoró. Korán reggel. Hoppá! Ez rögtön beletört. Mindenünk jobban. Akkor elnézünk balra. Aha. Kicsit tovább hátha. És meg is van. Bejárat, és ki is ugrunk. Ahogy az sejthető volt. Na most viszont most már tényleg indítani kéne visszafele le, hogy a városba lejussunk. Főleg, hogy így fényes nappal lett. Értem, hogy találja meg, meg így beindul, hogy ezt a területet. Én még attól is tartok, hogy itt is hagytunk ki valamiket. De hát nem lehet mindenre gondolni, nem lehet. Sose fogjuk ezt a játékot befejezni egyébként. Csak úgy mondom. Sose. Az ott egy mamut meg egy óriás. Mit csinálnak azok ott? Mit csinál az az óriás ott a helytető? Föltévedt szegényként véletlenül mi megkinyírtuk. Kegyetlen világ ez. Igen, ők nem piszkálnak minket, hogyha mi se piszkáljuk. És valószínűleg az ide tartozó óriást sikerült. Nem, az oda tartozott. Viszont... Most már nappal van, elugrunk inkább ide. Akkor most fölkeltek az ork faluban, biztos. Mondanak-e itt nekünk valamit. Délután 10 vagy délelőtt 10 órakor már csak. Come to purchase ebony. Our gloombound mine runs thick.
How about a test? Your muscle against mine. The victor gains 100 gold coins from the loser. This will be your trading. Let's go. Come on, let's see what you're made of. Béla jó boxoló. Alig érezzük meg. Gyerünk. Ding, 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 ding. Kész még? Meg se éreztem. May your next fight bring you victory, friend. Until next time. My brother keeps... Yatul's been teaching me to hunt. I'm still learning, but she's the best teacher I could have. I've read Urag and Dushnamog. Ah, so you're an alchemist then. Nem az vagyok, csak gondoltam, várja, csak veszünk tőle, betegségét nem érdekes. Ez jöhet. Az is jöhet, sok kicsi sokra megy. Na viszont, és azt mondja, bármit eladhatunk, ugye most már bárkinél erről szólt a fáma, a képességeink alapján. Például előadjuk neki. Miért van nálam egy vaspajzs? Ott az azonnal távozzon. Kicsit vesztettünk rajta, de ennyi bőven belefért. Ó, ezek sírok. Nem veszük el. Azt nem találtuk meg az előbb, itt a sírokat nem néztük meg. Persze, meg rögtön kimentünk. Ja, és nem néztünk be ide a bányába. Are you looking to work? Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Könnyítsen magunkon. Hogy? Until next time. És itt a bánya fent, mi? Most nem menjünk be kopácsolni, mert minek, csak körbenézünk.
Ezt a gyűjthetnénk be mindenfélét. Every orc learns the heavy labor. Ó, itt is ott is sötő. Hát, keményen dolgoznak. Az orkok a bányában keményen dolgoznak. A sáskáknak keményen elállják az utunkat. Nem tud el... Hopp, hopp! Jó van. Beestünk valami lúgba. De így jó volt, így legalább vissza tudtunk jönni. Hát, ott fordítunk és kimegyünk. Sütj! Fú, be a hideg. Szuper! Oké, visszajöttünk ide, és akkor... Most leugrunk oda. És megnézzük, a tanyákon lehet-e esetleg valakit megfűzni, hogy följöjjön, vagy ne jöjjön, vagy föl a hegyre. We could always use nothing tastes better than food to burn yourself. Akkor itt csak ez az öreg lány volt. Nézzük a másik két tanyát. Starting to get too old to work all day, but hopefully master. The best way for us to win the Nord's respect is through. Nem tudunk kiugorni. I know the cruel seas have been sailors for generations. In truth, I regret not following in the footsteps of my ancestors. Be careful. Menjünk be a városba. Ott a híd. If I make enough money from the farm, I must have a long ship to sail with it. Oh, pardon me. My pa used to say, there ain't no use worrying about the things you can't change. If it's my fate to be ended by a dragon, so be it. Meantime, I'll live my life the way I want to. It's for sale if you've got the coin. Ezer. Didn't think you had the coin for it anyway. Te csak el sem tudod képzelni, hogy nekem mennyi pénzem van. De azért bátor hozzáállás. Aztán majd, mikor szembenéz a sárkánya, majd akkor meglepődik. Horth, if the guards would listen to Viola, they'd have caught the butcher by now. Na, milyen mészárost? Ó, itt valami gyilkossági ügy lesz. A környékén úgy látom.
Menjünk be. Érkezzünk meg Széltetőre, úgyse voltunk még itten. Fedezzük fel ezt az új várost is. Jó, hogy elnézem, nem már egyszer ide majd bejutni. You eat our food, you pollute our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. We haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Imperial spies? You can't be serious. Maybe we'll pay you a visit tonight, Imperial spy. We got ways of finding out what you really are. Oh. You hate the Dark Elves. Are you here to bully us and tell us to leave? You've come to the wrong city, then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking, unworthy of one such as you. Én kérlek szépen, nem faji alapon döntök. A tettek számítanak. Nothing new there. Most of the Nords living in Windhelm don't care much for us. Az embert a tetteit teszik azzá, ami. Some of these Nords will come up with any excuse to despise us. And it isn't just the Dark Elves they hate. They make a target of the Argonians as well. In fact, just about anyone who isn't a Nord is fair game for their bullying. Akkor jó helyen vagyunk, hiszen... Mi is argóniaiak vagyunk, így igaz. The townsfolk called me captain because I used to be a sailor. I lost my family years ago. Truth is, I don't really know what keeps me going. Well, nothing. At least not anymore. Folk just call me that because of what I used to do. I was a sailor for many a year. I made my coin as a trader, and in time, I bought my own ship. When I retired here in Windhelm, most folk already knew me as Captain Lonelygale, and the name just stuck. Terrible shame, that. Seems we have a killer on the loose here in Windhelm. He's claimed three victims that I know of. Though maybe there's more that haven't been found yet. All lovely ladies too. Let's hope the gods find that demon soon and introduce him to the headman's axe. If you're looking to pass the time, you can give Calixto a few septims and gawk at whatever oddity he's come across lately. If you're in need of goods, there's a market. If it's a soft bed and a hot meal you're after, there's Candlehearth Hall. There's an author named Adonato staying at the inn. He's published a few works of historical fiction. The clans Shattershield and Cruelsea see most of the gold that passes through the city. And obviously you have Ulfric, the Jarl and future High King. Oh, and that busybody Viola Giordano. She's got her nose in everyone's business, which I guess is one way of being prominent. Hát köszi a felvilágosítást. Na, szóval itt van a csákó, akivel együtt kiszabadultunk a sárkány támadásakor. Oké. Spare a coin for an old woman, my lord. Up to no good, are we? I'll teach you, but it'll cost you. Bajunk ebből nem lesz. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. Hű, az az érzésem, hogy ez egy pindurit szanaszéje lévő város. Meg kell ismernünk megint.
megint föl kell fedezni. You one of those Skyrim for the Nords types? Az északi az északi, aki ez oké. Okay. Tehát ha még szélsel láthatunk bárki. Mint én is, ha. And you're right. At least as far as I'm concerned. Don't let Ulfric or some of these other short-sighted Nords bother you. Most of us are happy to welcome newcomers. Whenever a group of marauders attack a Nord village, Ulfric is the first to sound the horn and send the men. But a group of Dark Elf refugees gets ambushed, a group of Argonians or a Khajiit caravan, no troops. No investigation. Nothing. There's a group of cutthroats out there right now that Ulfric doesn't lift a finger to bring to justice. As long as they don't threaten Nord land. That's a brave offer. I'd be happy to throw in my coin behind that. You deal with them. I'll make sure you get paid. Maybe this old soldier will throw in some lessons. Ugye, ilyenkor most azért vagyunk itt, hogy begyűjtsük a küldetéseket. I killed a lot of high elves in the Great War, and I didn't die. I guess that makes me a war hero. The Great War. There was nothing great about it. Thousands died on both sides. And where did it get us? Did we really save the Empire? Or did we just plant the seeds for Ulfric's uprising? And another war. Help the Dark Elves. Oh, you must have heard me talking to Malfir. The Dark Elves live in a run-down slum called the Grey Quarter. Ulfric's content to keep it that way. Gyerekek. I guess they think I can open Ulfric's eyes to their plight and get him to lift a finger on their behalf. Eddig szimpatizáltunk. I'm trying. A szabadság harcosokkal. De így nem leszünk jobban. There's two kinds of people in this world. Nords and the folk beneath them. Uh-huh. Show those marauders what Windhelm justice tastes like. This here's Candleheart Hall. Great room. Did you see the candle above the fire upstairs? Nem, még nem voltam a szemetet. It was 163 years ago, back when this building was the home of a grand warrior named Vundheim. When word came that he'd fallen, his son Durok lit the candle in his honor. Nobody knows why it still burns. Take a look. Enjoy your stay, and don't break nothing. Not really sure what to do with myself anymore. I try not to think of her, but sometimes the simplest thing will remind me. Szeretem, amikor megállnak az ajtóban. Valakinek szobája. Bizonyára lehet bérelni. Itt megy a főzőcskézés.
Aha. Elsőítettünk az emeletre. Arra vezet... Arra vezeg jó, hogy énekeljen. What can I do for you? Yes. Szóljon már róla a dal. No, need something? You poor Nilsine has been wrecked since her sister was killed. It's all in the swing. Let me show you. Well. Please forgive my mood. Stupid my Orgerson. Can't just throw the blood on the fire. Gotta have a little bit too. If it's a mercenary, if you're looking to hire the strongest mercenary in Skyrim, I'd wager your search is over. Nem tudom, bizalom gerjesztő itt a környék. After what happened to those other women, I'm worried about my own safety. I'm a sailor on the North Wind. We're laying over Windhelm for you. There's been another dragon. Fölfele vezet, föl a várba. Egyelőre oda nem megyünk. Nézzük meg a többi. És így érezem. Then it's true, what everyone is saying. That Aventus Aretino is doing the Black Sacrament, trying to summon the Dark Brotherhood? Oh, Grimbar. Always with the nonsense. No, no, of course not. Those are just tales. Fine, then I'll invite him out to play. He lives right there. I'm going to knock on his door. No, child. Wait! That boy, that house, they are cursed. Ha! Then I'm right. I knew it. He's trying to have somebody killed. All right. I won't deny it, child. What you heard is true. Taventus Aretino walks a dark path. His actions can lead only to... Miről van itt szó? Now, enough. We will speak no more of this. I am the only friend you need. Other enemies... I try to keep Grimbar... Milyen elátkozott gyerek volt. It is quite sad. A young boy, Aventus Aretino, lost his mother recently and was sent to an orphanage. But he has returned home, and people have heard strange chanting. They say it's the Black Sacrament, the ritual to contact the Dark Brotherhood. Why a little boy would want to contact a group of murderers is beyond me. But he is inviting evil into this city. Until next time. Okay. When Grimbar asked me why women are being killed around the city, I don't know what to say to him. Ezen a városon sose fogunk kiigazodni. Egymást helye hátán a házak össze-vissza. Jöjjjj. Most kell. Most kezdek félni már, hogy ezek valakiknek a házaik. Aha, itt volt a bejárat, na csak körbeértünk. Minden nem mehet bejutni. Csak... Feltörve a zárat. Azt ugye nem akarjuk. You all right? You look like you might be sick. Mi? Az émes sárkányik vagyok. Erre ki? Ez kivezet minket. Aha. Na de hol vezet ki minket? Na nem lettünk kivezetve. Hogy levezetett a kikötőbe.
jöttek utánunk kis háziállatok, meg a segítőnk. Na, mi a helyzet itt a hajó? Sorry, but you don't know what free the North Wind is, my mistress. And I'm her master. I don't tolerate any disloyalty. You looking for work? Got a sailor who thought running a gang of thieves would be more money than hauling my cargo. You make an example of that gang. I'll give you a year's worth of pay. That's the smoke you are getting. See you around. Yep, I'm a lot happier out here on the deck than I am wandering around in that ruined city. The northern maiden is ship-shape and ready to talk to Captain Galland if you're looking to book passage. I'm sorry. Looking to hire a boat? I can take you to any port on the coast. Ja, köszi, nem megyünk el egy másik kikötőbe. Nem áll szándékunkba. Xavi knows the dock doesn't look nice, but fresh air is good for the gills. Na és te, oh, yes. After all, what's the point in being miserable all the time? Milyen igazat? I know life on the docks isn't easy. Sometimes life puts you in difficult circumstances you didn't choose. But being happy or unhappy is a choice you make. And I've chosen to make the best of things that I can. Oh, micsoda filozófia. I enjoy a boldogság csak döntés kérdése. Boldog akarunk-e lenni? Hát azért némileg talán a... kezdett beesteredni, lehet, hogy azért zárt már be az a gyüvekhező hely, mert az ott... bezárt. Nem bezárt. Majd később fogunk visszajönni. Ha bezárt időszakban bemegyünk, akkor hívják az őrüket. Azt meg nem szeretnénk belest. Szóval közben besötétedett. Nézzük meg, mi van itt a városba. Hoppá. Na, van, folytattunk meg. Itt csak a gyíkemberke van. The Nords don't appreciate us. But so what? I don't appreciate them right back. The young folks are too happy to break their backs for the Nords. They forget what it was like to swim free. Skyrim isn't very friendly for our goings. Xavi knows the dock doesn't look nice. Igen, ez egy ilyen gyíkember tanya. Itt alszanak, ide vannak ők száműzve. Mármint, hogy itt kell nekik valószínűleg helyet foglalni. Ha Argonia egy gyülekező éjszakára. Nem szívesen látottak az idegen fajúak ebbe a városba. Nem túl szimpatikus ez a város itt nekünk. Nem a raktárba akarok menni, hanem vissza. Add a lépcső. Add a lépcső. Na, menjünk fel. Mi gondolnak ezek magukról? Ők kakilták a spanyol viaszt. Mondhatnám persze csúnyabban is. I'd be out there fighting you. Oh, thank you. Divines bless your kind. The best way for us to win the Nord's respect is through hard work. Hát te mondod. Tehát csak óvatosabb. Jó, ez a kocsma. Csak óvatosabb, mert akik így szövegelnek mindenfélét azok. Ajjajjaj. Hold it there. Keep your distance. Itt valami nem túl jó dolog történt. Ez a gyilkosság. Another girl killed. Oh. This is Susanna from Candlehearth Hall.
served me a drink just a few nights ago. But I can't say I knew her. Nem tudja. Susanna's the third. It's always the same. Young girl killed at night, body torn up. We stretched thin as it is with a war. Nobody has the time to spend on this. Na majd én kivizsgálom. Na mit szóltok hozzá? The truth. If you want to help, ask some of these Gorkers if they saw anything useful. I'm going to examine the body before the rats can get to it. Okay. Mérőjük mindegyiket. Na nézzük. Na látod, mi történt. Na veled megbeszéltem. I heard a scream and came running, but she was already like this when I got here. Always sad when someone has to. Nem lettünk sokkal okosabbak, egyik sem mondott semmi. This is a shame. Semmi olyat, ami. No, sorry. But I did notice that her coin purse was still intact, so whoever did this wasn't meant to go. Nem meg sikolj, meg valaki. I'm going to keep preparing the body, if you'll excuse me. Oh, thank you. Spare coin. What business do college men? Just like always. Nobody saw anything useful. Bastards escaped again. Look, friend. If you think you can do better than the nem mondanom, hogy jobb vagyok, csak segíteni akarok. Már bocsi, nem kell itt nérzeteskedni. We can't just let anyone go around claiming to be on official business. If he's willing, then we'll talk. Jó, akkor majd beszélünk vele. Na ráadásul, hogy itt a temetőben volt szegényként. Az meg vissza a bejárathoz. Na, ezért mit nyugtatszik, beszéltünk vele. You a dark elf lover? Get out of our city, you filthy piece of trash! A kicsi része. Kicsit táncok el közbe. Wouldn't surprise me. They've done nothing to help in the fight for Skyrim's freedom. Those Thalmor elves too. I bet they're working together. Maybe I should round up some men and take us a few prisoners to interrogate. They're parasites. They're living in our city under our protection. But what do they do for us? Nothing. I know the High King invited them here, but he didn't ask me or anyone else first. Maybe he should have. Na, majd külön kigérik a véleményedet, mi? Don't like it? Too bad. This is our city. Ours! No, can't take it. 100 septims say I can punch you back where you came from. Igen, na gyere, mondjázzuk. Helyik senki nem vert meg, figyelj! Szerintem te is hamar megtudod, hogy... Szétlőttük. Ökkem, figyelj! Én... Na? Na? Ennyi volt. Inkább piac tovább. Szép mondhatom. Szép mondhatom. De odaadta a pénzt, azt azért megadta. A pénzt azt odaadta. De nagyon nagy a szája. Aztán mire jutott vele? Itt beboxolt volna egy aztán nézett nagyokat. There's no glory in war. Ezzel már beszéltünk a bácsival. Elvitt a piac, mert minden, most sok minden nem lesz, mert éjszaka van. Na,
láttam, de nem túl szimpatikus a hely. Egy olyan hely, nem mint hogy ilyenek a koltak csarnokat. Sose lehet tudni. Hát akkor ez... Az úgy nézem, hogy felfedezve. Körbenéztünk idelent is. Nem találtunk senkit. Akkor kimegyünk. Na, aztán lassan vége van a mai adásra. Nem látok a sötétbe. Nem megyek a fal. Még van a mostani résznek. Még egy picit kóbászolunk itt, aztán megvárjuk, hogy közeledik az éjfél. Még de bemehetünk este is. Jó van, itt nem bántanak minket. Akkor elrakjuk. De most beengedett, nem azt írta, hogy betörnöm kell, úgyhogy baj nem lehet belőle. Úgy nézem, hogy nem lakik itt senki. Mármint, hogy lehet, hogy lakik, de nincs itthon senki, akkor... Állj, Tony! I lost my twin sibling. My father says we need to just get on with our lives. It's that easy. I've been a bit out of sorts since our daughter was taken from us. Elvitték a lányunkat. Pajzuzókkal valami történt, csak nem tudjuk, hogy mi. Valami a családban történhetett, talán majd megtudjuk. Beütés kell. Akkor azt lehet, hogy nappal be lehet menni, de most inkább nem. Juss be hozzá. Jó, majd bejutok hozzá, ha fölébredt éjszaka. Nem zavarjuk őket. Hiszen ahova nem engednek be. Nem, nincs nyitva az ajtó. Csak ellopni lehet, nem lopunk. Jó van, na, nyitva volt az ajtó, akkor kimegyek. Őrség, nem, nincs őrség. Kimentem. Hát nem volt bezárva az ajtót, banye. Majd legközelebb zárd be az ajtót. Éjszakára. Hát de nem. I own Hollyfrost Farm outside the city. It's honest work, if a bit dull. The cruel seas have been sailors for generations. In truth, I regret not following the footprints. Na jó. Igen, de oda nem fogunk most bemenni. Szerintem. Hanem majd, csak legközelebb. Na! Itt mentünk egyet. Na legyen jó mindenki! Vigyázzatok magatokra! Élvezzétek az életet! És... Nézzétek vissza a korábbi végigjátszásotok a YouTube-on. Ha az élménybeszámolók érdekelnek, hogy mit hogy éltünk meg, akkor a blogra is felolvasható.
kukkanthatok, illetve a Discordon mondhatjátok nekem a tuti tippeket. Na, előre is köszi mindenkinek, sziasztok!